Megbeszéljük. A telefonnál Veres János, MSZP-s képviselő volt, pénzügyminiszter. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak is! Tiszteletbeli tagságot kapott a Fideszben? Szerintem nem. Hát ön tudna róla, úgyhogy ha ön szerint nem, akkor biztos nem. Csak azért kérdezem ezt, mert nem tudok más magyarázatot arra, ami tegnap történt, és döbbentem, figyeltem föl rá, vagy az is lehet, hogy valamit álmodott a miniszterelnök, és ennek megfelelően cselekedett. Szóval a miniszterelnök meghívta egy nálunk is működő dán gyárnak az egyik vezetőjét a parlamentbe, és együtt jelentették be, hogy ez a gyógyászati segédeszközöket készítő gyár, a Koloplast új beruházásokat hajt végre, és ez milyen jó. Egyébként ez a cég már évek óta itt van, Nyírbátorban és Tatabányán, és egyébként, és a miniszterelnök erre fölhívta a figyelmet, vagy megemlítette önt is név szerint, itt van Veres János, szocialista képviselő, volt pénzügyminiszter, aki közreműködött abban, hogy ez a gyár itt megtelepedjen és sikeres legyen. No hát, eleve ilyenről én még nem hallottam, hogy a Fidesz kormány, vagy pláne a miniszterelnök valamilyen szocialista politikust megdicsért volna valaminek az elősegítéséért. Másrészt pedig utána néztem, mert az emlékeimben ott volt, hogy hát évekkel ezelőtt bizony teli szájjal támadták önt, fideszes képviselők is, a jobboldali sajtó is, hogy hogy merészel állami támogatást adni ennek a Koloplast nevű dán cégnek, micsoda dolog az, hogy ennyi milliárdot kap, és munkahelyteremtés címén is kap, és akkor még ráadásul ön személy szerint is érintett az ügyben, szóval nyilvános akasztást szerettek volna rendezni, végül nem sikerült, a cég beruházott, és ezek szerint sikeresen működik, szóval adjon nekem, legyen szíves magyarázatot, mi történt 2007 óta, hogy Orbán Viktor meghívta önt is erre az eseményre? Van egy rövid válaszom, és van egy picivel hosszabb. A rövid válasz nagyjából úgy szól, hogy ami tegnap történt ott a parlament delegációs termében, szerintem az egy normális európai történés. Én is úgy gondolom, csak eddig nem volt ilyen normális európai történés. Ezzel egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy az, hogy egy jelenleg hatalomban lévő kormány, egy korábbi kormány olyan döntését, amely döntésnek a folytatásaként ő most ugyanazzal a céggel egy hasonló jellegű megállapodást köt, mint amit kötöttünk mi annak idején, ennek a bejelentésénél, ha már ott van, akkor nem azt mondja, hogy lopott, csalt és hazudott az elődről, hanem azt mondja, hogy valószínűleg szerepe volt abban, hogy ez a cég, és itt én azért pontosítok, hogy ez a cég annak idején Kelet-Magyarországon is megtelepedett és itt is alapított gyárat, hiszen Tatabányán már több mint 10 éve jelen van ennek a cégnek a termelőegysége. És ez a 2006-os beruházás volt a Nyírbát, vagy 2007-es volt a Nyírbátori beruházás. Igen. Röviden akkor az történt, hogy a cég akart Magyarországon fejleszteni, és mi a kormány nevében akkor meghirdetett politika részeként minden egyes cégnek, amely Magyarországon fejleszteni akart, felajánltuk, hogyha a magas munkanélküliség határmenti térségekben hajtja végre fejlesztését, akkor kiemelt támogatásban részesítjük ezeket a cégeket. Ha maradnak valahol az agglomerációban, Budapest környékén, vagy a fejlettebb észak-dunántúli régióban, akkor sokkal kevesebb támogatást tudunk adni a fejlesztéseikhez. Tehát miután ez nem pofára ment, hanem nyílt politikai vállalás volt, amit nyilvánosan is a kormány vállalt és hirdetett, ezért természetesen ebben az esetben is így jártunk el, és értelemszerűen ennek a cégnek a beruházásának egy része akkor is Tatabányán valósult meg, a nagyobb része Nyírbátorban valósult meg zöldmezős beruházásként, és egy nagyon jelentős támogatást ítélt meg akkor az akkori kormányzat ehhez a fejlesztéshez. Ilyen értelemben az fontos volt, hogy a cég akkor Kelet-Magyarországon is létesítsen termelőbázist, hiszen a mostani aláírt megállapodásnak éppen az lehetett az alapja, hogy ma már van gyártási tapasztalatuk itt ezen a vidéken is, mármint Kelet-Magyarországon, és úgy ítélik meg, hogy van értelme továbbfejleszteni a cég tevékenységét ezen a részen. Hozzá kell tennem, hogy ez a fejlesztés hamarabb is megvalósulhatott volna, hogyha 2010-ben az önkormányzati kampány megelőzően az akkori nyírbátori fideszes polgármester jelölt nem támadja meg a Magyar Nemzetben ennek a cégnek az addig megvalósult fejlesztését. Akkor nagyon sokáig nem értették Dániában, hogy mi történik, hogy kinek mi itt a baja, mivel, és ezért
egy akkor előkészített fejlesztés sajnos nem valósult meg, egyébként ott már dolgozhatnának az emberek a mai nappal, hogyha akkor ez a támadás nem történik, de ezt csak zárójelben mondom el. Nyilván Dániában azt mondták akkor, hogy valami bűzlik Magyarországon, csak hát, nem tudjuk mi. Hetekig kérték a magyarázatot, hogy valaki magyarázza már el nekik, hogy ez vajon miért van így, mert nem értették, hogy pontosan ez mi, ami itt zajlik. De hát, mindegy. Egyébként az a lényeg, magyar nemzetre hivatkozik, 2007-ben ugye igen. A magyar nemzet szintén önnek esett, igen. Hogy a cég igen. A pénzügyminiszter tésztagyárában bérelt telepelyet, igen. És vissza nem térítendő állami támogatásban részesül igen. Munkahelyet teremtés címén, és akkor ráadásul ugyanúgy olyan keretből fizették ki a Koloplasznak is a pénzt, amellyel például a koreai hankogumigyárát is van. Támogatták, és ott hűtlen kezelés gyanújával nyomozást folytat a Nemzeti Nyomozóiroda, de néhány hónappal ezelőtt Orbán Viktor a Hankok vezetőjének a kezét is hosszan rázta, hogy milyen fantasztikus volt az a beruházás. Erre azt tudom mondani, hogy ugyanaz a keret állt rendelkezésre minden beruházás támogatásához. Nagyon sok esetben hoztunk erről döntést. Én személyesen is részt vettem ezen döntésekben, hiszen a gazdasági kabinet volt felhatalmazva arra, hogy ennek a keretnek, a úgynevezett gazdaságfejlesztési célirányzat keretének a terhére a különböző egyedi kormánydöntéseknek a javaslatait előkészítse, és a kormány ezt követően megkösse a megállapodásokat az illető beruházókkal. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó működő rendszer volt, mint ahogyan ma is helyeslem az, hogy a jelenlegi kormány is működtet hasonló jellegű forrásokat azért, hogy a különböző beruházások megvalósítását tudja elősegíteni, hiszen versenyben vagyunk a környező országokkal, versenyben vagyunk az Európán kívüli országokkal is abban, hogy melyik cég hol ruház be, és szerintem a magyar munkahelyek növelése érdekében érdemes ezt is vállalni. Én nem bíztatnám a szocialistákat arra, hogy vegyék elő ugyanazokat a módszereket, mint amilyeneket a Fidesz alkalmazott, és kezdjék verni az asztalt, hogy hogy képzeli a kormány, hogy milliárdokat fordít egy külföldi tőkés csoport, meg egy külföldi cég beruházásaira, mert jobb helye volna ennek a pénznek például magyar vállalkozások támogatására, és így tovább, és így tovább. De azért fölvetődik bennem, hogy nincsenek olyanok az MSZP-ben, akik azt mondják, hogy legyünk mi is ugyanolyan demagógok, mint amilyenek ők voltak. Végül is sikerrel jártak, nem? Mármint a fideszesek annak idején. Végül is, ha úgy nézzük, hogy a választás eredmény mit hozott, akkor sikerrel jártak. Ugyanakkor én nem vagyok hajlandó lemenni kutyába. Tehát nem vagyok hajlandó egy nyilvánvaló gazdasági racionalitással szembeérvelni, csak azért, mert más valakinek politikailag ez bejött. Mások tehát, sem a szocialista pártban? Hát, nézze, én szerintem az elmúlt 3 évben, tehát a kormányváltás óta a szocialista párt azt a gyakorlatot, hogy a Fidesz ugyanúgy egy előirányzatból különböző nagy cégek magyarországi beruházásait támogatja, mi nem támadtuk meg. Én nekem se tűnt föl, ezért kérdeztem arra, hogy meg. Esetleg önök között belső vitákban van, nem jön elő ilyen. Van ilyen belső vita természetesen. Uh-huh. Sokszor fölmerült már az a gondolat, hogy legyünk mi is ilyen, meg olyan, meg amolyanok. Én azt gondolom, hogy Európában európaiként kell viselkedni. Ha valaki ellenzékben van, akkor is, ha valaki kormányon van, akkor is. Én azért tartom ezt fontosnak, mert láthatóan most ez a tegnapi történet meglepetést okozott sokaknak. Én is kaptam nagyon sokféle kommentet ismerősöktől, barátoktól, pártársaimtól, hogy aztán mit kellett nekem azért tennem, hogy. Én azt mondtam, hogy annak idején kellett dolgoznom ezért. Tehát nekem ezért most semmit nem kellett tennem. A magyar miniszterelnök most úgy látta jónak, hogy ha azt a félmondatot megengedi magának. Én ezt még egyszer mondom, én hogy... Én is itt ezen a helyen mondom, bár nekem az egészet csak a... Semmi közöm, csak a megfigyelő szerepe jut rám, hogy ezt jól tette, bár mindig így tette volna, egész más volna a világ Magyarországon. Én megértem azt, hogy nem hívtak meg engem, miután már nem voltunk kormányon, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei beruházásokhoz, amelyekhez annak idején a mi döntésünk alapján került pénz, de az átadás átcsúszott. Én megértem azt, hogy mindannyian megértjük azt, hogy bizonyos nagy beruházások átadásánál mi már nem lehettünk jelen, én ezt nem tartottam helyesnek. Én azt tartottam helyesnek, hogy egy országban élünk, és van ilyenfajta folyamatosság is, és folytonosság is. Hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor csak harc, és csak harc, amiben lehet gondolkodni. Holott szerintem sokkal többre haladnánk akkor, hogyha megnéznénk azt, hogy mit és hogyan lehet jól csinálni. Tehát én szerintem sokkal fontosabb az, hogy vegyük észre azt is, hogy tudom, hogy sok kritikával illették azt az időszakot, amikor mi kormányoztunk,
De hát abban is voltak jó döntések, mint utóbb kiderül, például ez is egy volt azok közül. És én meg vagyok arról győződve, hogy előrébb tart Magyarország, előrébb jutunk valamennyien, boldogabbak lehetünk valamennyien, hogyha ilyen módon is tudunk viszonyulni egymáshoz. Én nagyon szeretném, hogyha ezt meg lehetne valósítani a későbbiek során is. Ha már itt említette, hogy ha csak harc, az nem jó, de hát itt a végén mégiscsak be kell hoznom, hogy attól tartok, hogy az ön esete, tegnapi esete Orbán Viktorral a kivétel, amely a szabályt erősíti. A miniszterelnök ugyanis a hétvégén Köcsén elmondta, hogy ez a következő választás a rezsiháborúról fog szólni, és itt bizony háború lesz, és meg kell küzdeni a szocialistákkal, meg Európával, meg a multikkal, meg mindenkivel, és azt a látszatot kelti, a jelek szerint legalábbis sikeresen, hogy ez csak a kormány döntésének kérdése, meg hogy a kormányban jó emberek vannak-e, akik megszánják a szegény családokat, akik nem tudják fizetni a rezsiköltségeiket, de a kormány ezt is csökkenteni fogja, és be fogja vezetni a non-profit közműszolgáltatásokat, mert ugye milyen csúnya dolog az, hogy valaki hasznot mer hajtani az ilyen szolgáltatások nyújtásából. Na ezzel mit kezd a szocialista párt, mert nagyon kínálkozik az, hogy akkor mi még jobban fogjuk csökkenteni a rezsit, miközben józan ember tudja, hogy ez nem kormányzati vagy állami elhatározás kérdése, hanem egyenesen lehet menni a szakadék felé, egy idő után pedig már zuhanni lefelé. Én ebben a kérdésben nem értek egyet a miniszterelnökkel. Erre tegnap én tettem is egy nyilatkozatot, hiszen egy újságíró a parlament folyosóban megkérdezett engem. Neki elmondtam, hogy itt sok baj van ezzel a felfogással. A legnagyobb baj persze azzal van, hogy eközben az országgyűlés arról hoz döntést, hogy 71 milliárd forintot adunk az MVM-nek azért, hogy az E.ON gázüzletágát megvásárolja úgy, hogy nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel vásárol Magyarország közpénzből. Úgy, hogy a Magyar Országgyűlés nem kapott arról tájékoztatást, hogy az a vélhetőleg 870 millió euró, amit kifizet Magyarország egy 100%-os tulajdonú társasága az E.ON-nak a gáz vezetékekért, illetve a gáztározókért, az pontosan milyen üzleti számítás alapján nyugszik. Mi ugyanis ismerünk két számítást, ez töredék annyit értéket mutat, mint amennyi az állítólagos vétel áll. Ezért például ebben a kérdésben mi azt mondjuk, hogy kerüljön sor arra, hogy a parlament és a nyilvánosság megismeresse ennek az ügyletnek a feltételét, ha már ilyen nagy értékű közpénzről van szó, és természetesen mindaddig, ameddig nem kerül sor, azt mondjuk, hogy lehet, hogy a rezsicsökkentés E.ON-t érintő negatívuma itt kerül kompenzálásra az E.ON-nak közpénzből, valamennyi adófizető pénzéből. Tehát megveszik a hallgatásukat, vagy egyelőre a nyugalmukat azzal, illetve, hogy máshol fizetik. Illetve kifizetik azt a pénzt más módon, mint amit egyébként az E.ON kaszírozott volna, hogyha normál árképzést engedtek volna számára. De én ezt csak azt mondom, hogy addig mindezt a feltételezést meg lehet tenni, ameddig nem látjuk, hogy a másik ügylet az tiszta, értékarányos ügylete. Köszönöm szépen, Veres János volt pénzügyminiszter, szocialista parlamenti képviselő. Viszont hallásra! Viszont hallásra, köszönöm!